Mi a neve? Dudás Miklós. Dudás... Dudás Frigyesnek a fia. A kisebbik fia. Miki. Miki a taxis lesz. Taxis Miki. Hát amit nem lát a rendőr, az nem történik meg. Jaj, meg is éheztem egy picikét. Köszönöm, Csártágó! Amúgy elkezdtem üzélni. Mert nagy izgalomban elfelejtettem enni, inni. Jó, hogy eszembe jutott. Köszönöm, benyomtátok, mert elfelejtettem volna. Mehetünk tovább. A húdom az megint elugrott a picsába amúgy. Pillanat és visszarakom. Ja, hát az egész elugrott, várjál. Már kilóg nektek egy ideje. Ez. Még van idő rá? Hát még van. Ez de rohadt menő, ez a rózsaszín. Amúgy, csak mondom. Látsz már át. Nagyjából tartsuk már be a szabályokat, vagy nem tudom. Új karakter, régi szokás. Hát igen, innen látjátok, hogy egyébként nem az ezredes sajátja volt az, hanem az enyém. Tacom. Szomorú dolgok ezek. Utána a stream után amúgy majd kaja, meg aztán iszok majd egy kávét. Lassan. Na, azt írta a térkép, hogy itt van a taxis szolgáltatás helye. Itt lenne? Na, nézzük meg. Ha nem, akkor elmegyek csomagszállítónak. Jó napot! Jó napot kívánok! Haló! Szép napot! Elnézést, én az állásra szeretnék jelentkezni! Jó napot! Haló! Haló! Van itt valaki? Ó! Oh. Budoár! Jó napot! Öltöző. Jó napot, én Dudás Miklós vagyok. Szeretnék jelentkezni taxisofőrnek. Halló? Szép jó napot. Senki. Hát ez kihalt. Szomorú, nincsenek taxisok. Pedig szombat fél hét van. Hát ez szomorú. Hát akkor...
Tehát kell, mi megnézzük ezt a csomagszállító munkát, mit szóltak hozzá. Kell valami kis pénzecske. És csak is a tisztes munkával lehet megkeresni a múlt. Jaj, megnézzük, hogy milyen. Felhívni? Hát nem tudom. Én küldtem SMS-t, és arra még nem válaszoltad, de szerintem az logolás után van. Szia, Almás Pite, meghalt. Elpusztult. Megették a dögök a testét. Megette anyu. De küldtetek egy SMS-t amúgy. Ami a stársz. Ja, meg ott van lenne a kakapisi. Az is leugrott még. Oda. De küldtetek minden esetre egy SMS-t. Hogy csak hát az taxi szolgáltatásért hívnád, nem állás jelentkezésre. Tudnék valakivel beszélni. Mondd kát. Keresek és a taxira gondoltam. Én nem tudom, hogy bugos-e. Bugos? Tud valaki erre valamit? De viszont azt már kiderítettem, hogy nem nagyon vannak taxisok a városban. Ja, ott meg tudom nézni? Ó, tényleg igazad van, tényleg. Hogy home gombbal meg lehet nézni egyébként, hogy csak hol, csak kíváncsiságban. Nem. Ezt hol nézed meg? Itt mutatja, ja? Taxisból van fente. Azt írja. Ja, azt hittem, hogy azt mutatja valahol, hogy izé. Hogy van-e izés. Hogy hány darabban, azt is írja, de akkor ezek szerint nem. Ha minden, addig felveszem, azt maximum csinálok egy-kettő ilyen fuvart. Jaj, úristen, megcsúszott. Ez nem jó. Addig, amíg... Nem válaszolnak. A kakapisét azt vigyük majd. Hú. Csak mire oda kiérek. 6000 év. Jó napot ismételten, Annácska, magához jöttem. Láttam, hogy magánál vannak ilyen állás lehetőségek. Egyelőre nem tudtam képzelni el a taxihoz jelentkezni, mert nem találtam senkit, de szeretném megnézni addig ezt a csomag futárkodást, mert azt úgy gondolom, hogy elég jó lehet nekem. Az hol van? Csedex futár akarok lenni, munkatérkép. Köszönöm szépen! Ez most hogy? Elhasználtam? Megettem, vagy mi a fasz? Ez hogy van? Most elbasztam? Ez what? Rondbontó munkás. Posta.
Várjál, itt lesz szerintem favágó átvétel. Favágó öltöző. Ja, most mutatja az ilyen munkákat, várjál. Aha, nézd csak. Bányász. Kukás szervezet. Burgershot. Építész. Jó napot! Kérdés, hogy most az itt van vagy ott van? Hát, ez mi? Point of interest. Mi? Elhívásokat per taxi üzenet. Csak nem daurott. Csak nem daurott az. Patikus a taxis szakma. Szeretném fuvarozni a fuvart igénylő állampolgárokat. Egy. Hát úgy néz ki, hogy lehet, hogy mégis lesz taxis munkám, Anita, maga Anita, nem is Anna. Vagy Annát mondtam? Nem tudom. De azért megnézném, hogy hol van ez a csomagküldéses futár. Nem tudom. És ilyenkor számot kell neki amúgy, így telefonszámot, hogy... Ó, látják a telefonomat. Jó napot, Dudás Miklós, tessék! Halló, halló! Maga jelentkezett taxisnak, láttam a hirdetését az előbb. Igen, igen, én vagyok az, jó napot! Mikor érne rá beszélgetni egyet? Akár ebben a pillanatban is. Rendben, mi lenne, ha elmennék magáért, és akkor beülnénk valahova? Rendben, itt vagyok a városházán. Éppen. Rendben, már megyek is. Rendben, köszönöm, viszont hallásra. Viszal. Jön a deurot! Jó napot! Uram, elnézést, nem bírok kimenni a bicikliétől, nem tudná egy kicsit arrébb rakni? Uram! Rohadj meg! Uram, elnézést! Hall engem? Uram! Hogy arra hagyj meg. Bocsánat. Uram. Bocsánat, ez fájt. Elnézést. Elnézést, tudom, ez... ez gombra nyomt. Uram, ez... Csak azt szeretném megkérni, hogy ne arrébb tudnál vinni a bicikliét, mert nem tudok kimenni az ajtón. Lehetséges? Uram? Na, hogy meg így megüssöbben rendőrt hívok. Halló? Bocsánat. Miklós kedves ember, csak felbasszák az ének. Uram, magának problémái vannak? What? Halló? Értem.
Rendben. Akkor rohagy meg. Szép napot! Szép napot! Tudna maga is beszélni avval a fiatal emberrel ott, mert itt hagyta a bicikliét, itt az ajtóba. De velem nem kommunikál. Hát megpróbálom, hát ha. Hát ha maguk is szóra tudják bírni. Köszönöm. Szívesen. Ó, ott is a taxi. Már megyek is. Nem tudod hagyni át a rendet, fönt izélni kell. Meg kell tartani, Blazius. Oh. Mi az? Jó napot! Napot! Dudás Miklós vagyok, én jelentkeztem az állásra az imént. Meg is nézem. Előbe valamilyen taxis kollégájuk felhívott engem az ügyben. Tudás, Miklós, nézem is. Szép jó napot! Szép jó napot. Napot! Maga az Miklós, én beszéltem önnel. Igen, igen, én vagyok, akkor magával beszéltem. Szép napot! Rendben, akkor kérem üljön be oda az autóba, és akkor megyünk egy kört, és beszélgetünk. Rendben, rendben, köszönöm. Üdv, Tomasz. Tudod igazolni magadat? Persze. A főnök jobb keze. De ott nem ismeri fel, hogy így nem ismerik? Hát a maguk ilyen titkosan vannak kapcsolatban egymással, vagy? Nem, az a baj, én még a kollégák nem látom. Ja, az is lehet, hogy imposztor, mondjuk ez igaz? Igaz? Egy kicsit ezért tudnám mutatni nekem? Egy fél pillanat már keresem nem is. Benne. Szép napot. Napot! Jó napot! Elnézést, nem tudja véletlenül a taxisok keresnek most sofőrt? Vannak igen felételeink, igen. A Városházán lehet jelentkezni a közös? Így van, így van, így van. Rendben, köszönöm. Na most ezt miért csinálja? Vagy minden! Hát per béket jelentkező úgy néz ki. És a taxi milyen? Az a másik, és milyen? Igen, csak én. Tök pár kollégámat ismerem, de egy... meg van még... ilyen kollégá, ilyen táv. Ura. Mi? Ha lehet, jaj, elnézést, alig találtam meg, így hirtelen olyan mélyre raktam a zsebembe. Nem, mert akkor jöttem. Köszönöm szépen. De nincs mit. Köszönöm. Rádiót használtam úgy? Nem, csak beugrottam. Hallom? Igen, tessék. Na jelentkezzi. Tessék, igen, igen, jelentkeztem. Na, azt felvette. Nem tudom, még most lesz ilyen meghallgatás, vagy nem tudom. Megyek is. Jövök már, jövök. Kérem, már! Kérem, jöjjön velem! Jövök! Ó, ez a gépjármű? Ez az egyik. Azt a mindenit. Aha. Öngyalog van? Motorral, itt van mögöttünk a motor, amivel jöttem. Nem fél, hogy ellopják? Hát le van zárva, csak nem lopják el. Akkor jó, akkor menjünk vissza a társasághoz. Csak aztán majd így vissza kell jönnöm érte, mert... Meséljen addig valamit magáról, Miklós. Hát nemrég érkeztem, már azóta elraboltak egyszer. Szóval volt egy kis furcsa élmény, vagy ékszerrablás volt. Megismertem egy burgersátos fiatalembert, vele jóban lettem. Hát én, hogy is mondjam, édesanyáméknak volt egy, van egy kis éttermük, ugyanis édesanyám az tuvalui származású, vagy tuvalui, elnézést, származású, és ugye az egy kis ország, és még az ő szülei jöttek Magyarországra ide, hogy kis éttermet nyissanak,
És ezt az éttermet az édesanyám, illetve édesapám vitték tovább, és én ott futárkodtam, szóval így a gépjárművel eléggé jól bánok. Hát meg több ilyen alkalmi sofőr munkám is volt. És így megjöttem most így a Csudapestre, és hát arra lettem figyelmes, hogy ott nem volt taxi. Kicsit úgy lesokkolt. És ezért gondoltam azt, hogy lehet, hogy kollégát keresnek, hogy én is tudnék jelentkezni. Folyamatosan keresünk új kollégát, igen, jól gondolta. Na hát akkor, lehet, hogy még hasznomat is veszik. Úgy legyen. Jó. Ja, itt már voltam egyszer, csak nem volt itt senki. Hát, de egyből két főnöket is talált hirtelen. Hát igen. Mint aki ledobták volna őket az égből, van itt még valaki, jön valaki. Menjünk fel az irodába, szerintem, hogy ne zavarjanak. Rendben. Nagy aztán se bát, hogy Emmanuel mást fogjon meg. Rányul a Miklósnak a Miklósára. Foglaljon helyet, kérem, nyugodtan, valahol. Persze, itten le, itt levő a napot. Jó napot! Jaj. Na figyelj, én ma, uram, hát írtam már maguknak egy SMS-t. Az a szerencse, hogy nem tél van, mert ma a fitmám lefagyott volna, mert jó, hogy nem tél van, ősz van, mert egy órát ott vártam, mert nincsenek taxisok, vagy nem látják a izét, SMS-t. Hát vannak taxisok, de folyamatosan hívásban vagyunk. Jaj, ilyen ilyen forró drót, mint a netkanala. Ez talig hát, nagyjából, ja. Csak mi nem vetkőzünk, kivéve, hogy ha ilyen helyes urak kérik. Ja jó, nem is finganak akkor élőadásba. Figyelj én majd, de akkor. Mit akarok már mondani magának? Tud nekem intézni egy fuvart? Hova szeretne menni? Befele a városba, tudja. Hát, én most felvételiztetek. Utána el tudom vinni maximum. Ja. Sőt, lehet, hogyha sikeres felvételi lesz, akkor egyből az úr el is tudja vinni. Na hát, ez nagyon jó. Én meg addig mit tudom, leülök vagy valami, mert rájuk. Lent várjon, kérem, mindjárt megyünk. Jó, akkor. Hát megítok egy csört addig. Na, viszlát! Rendben, viszlát! Elnézést, látja itt ilyen sok a munka. Hát én is azt nézem, lesz dohogom, hogyha felvesznek. Tehát akkor Miklós, kezdjük az alapoknál. Jogosítványa van? Igen, igen, de ugye meg kellett most újítanom, most ahogy a városba jöttem, úgyhogy az is meg van csinálva. Igen. Rendben, limuzint vezetett már? Nem, de nagyobb személyigépjárművet. Társaságunk limuzinbérléssel is foglalkozik, és akkor azokat is kéne vezetni majd. Ó, hát mondjuk jól hangzik. Hát hosszabb gépjárműveket vezettem, tehát furgonokat meg hasonló, de limuzint még nem. Rendben. Tud még most meg magáról mesélni valami jót? Miért kéne, hogy felvegyük Önt? Hát én nagyon szeretném szolgálni a város embereit, hogy elnézést, egy pillanat, türelmet kérem. Jó napot! Miben segíthetek, uram? Jó szeret nézni, nem is nézem, hogy elnéző van. Az jó. Kollega, az jó. Egy kitűzőt legyen szíves feltenni akkor. Hát vannak maguk, mint a oroszok. Odalent várakozik egy úr, el tudod vinni akkor? Nem tudom, hogy el tudom-e, mert igazából szememnek problémáim vannak. Aztán most még nem nagyon merem. Ó, értem. Éppen felvételiztetek. Tudsz odalent várni, kérlek? Igen. Na, köszönöm szépen. Úristen, mi csoda szub! Nagyon finom! És csártául kicsapta a 86 milli. Igen, kicsit már kezdek éhes lenni. Nagyon finom. Már nem tudom, mikor ettem utoljára. Nyugodtan kapjon be egy falatot, ha van önnél étel. Ó, köszönöm. Igen, van. Burger van nálam. Úristen, mi csoda szub! Nagyon finom! Ó, csak így zsebben hordasz hamburgereket? Hát igen, tudja, hogy túl kell élni valahogy. Nagyon finom! Kér egyet esetleg? Burgert, vagy? Nem, kérek most, köszönöm. Úristen, mi csoda szub! Rendben, van nálam csoki is. Úristen, mi csoda szub! Nagyon finom! Na, úristen, nagyon finom. Még leöblítem. Jaj. Úristen, mi csoda szub, nagyon finom. Rendben. Úristen, mi csoda szub, nagyon finom. Köszönöm, folytathatjuk. Na, hol is jártunk akkor? Hát igen, éppen magáról mesélt. Igen, hogy szeretném ugye, hogy
Hát szeretnék fuvart biztosítani az embereknek, hogy el tudjanak jutni oda, ahova szeretnének. Illetve, hát szeretek beszélgetni. Nem tudom, látja, hogy szeretek sokat beszélni. Igen, ez mindenképpen pozitív. Úgyhogy így úgy gondoltam, hogy így hasznos tagja lehetnék a társadalomnak, hogyha egy kicsit... Hát meg őszintén szólva az a bátyám az, hát ő rossz útra tért, kis stílű lopások, stb. És én vele ellentétben szeretnék a jó oldalon állni, és ezáltal is, hogy mondjam, szolgálni a társadalmunkat. Értem, tehát akkor ön nem követi a bátyja útját. Nem, nagyon-nagyon ellen példa nekem. Te szeretnék másmilyen lenni, jobb ember. És mi történt a szülei éttermével? Hát még mindig él, mert nincs ebben probléma, csak ők már ugye öregek. De viszik még mai napig, csak én meg már nem futárkodok ott. Eljöttem ide Csudapestre szerencsét próbálni. Ó, értem. Hát nézze Miklós, én úgy gondolom, hogy tegyünk egy próbát önnel. Felvesszük magát. Örömmel hallom. És akkor meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. De Sonyisztát Dobrit, úristen. Rendben. Ezt, és mikor kezdek? Amikor szeretne, akár ma is. Fú, hát én most ráérek. Rendben, hát meg itt az úr már lent is várakozik igazából. Ó, hát akkor ez ilyen gyakorlás, akkor, vagy? Hát egy kis gyakorlás, beülök én is, és akkor megnézzük, hogy hogyan vezet. Rendben. Egy kis adminisztrációt végezzünk el. Persze. Még egyszer a teljes nevét hadd kérjem. Dudás Miklós. A barátaimnak csak Miki. Remélem akkor egyszer én is hívhatom majd Mikinek. Hát szerintem nem lesz ebben probléma, maga szimpatikus fiatal embernek látszik. Csinálj rácuppanyod. Hát úgy néz ki, hogy őt viszem. Taligástot. Kapok majd öltözőt is? Vagy szekrényt? Mindent megmutatok mindjárt, egy fél pillanat. Mindig is akartam öltöző szekrényben, az kiváltságos dolog. Még ide fölveszem a központi nyilvántartásunkba, és akkor utána már kezdhetek is. Szia, Tóni! Rendben. És amúgy illik hozzá a hang, srácok? Mit gondoltak? Milyen nagydik a karakter? Illik hozzá az hang? Jó barátság kezdete. Rendben, meg is vagyunk. Akkor menjünk le, és megmutatom, hogy hol a garázs. Rendben. És egyebek. Vigyázni kell, mert könnyen lecsúszhat, az nem... Jaj, majdnem. Vigyázzon el, ne essen. Már lehet, hogy csak a papucsom miatt. Hát papucsban most már lehet. Miki az megoldja. Jó napot, te! Jó napot, még egy-két perc és kész is vagyunk. Ó, szuper, sikerült neki? Sikerült. Gratulálok. Köszönöm szépen. Jaj. Itt van a garázsunk. Igen. Itt tudja kivenni az autókat. Igen, látom is, igen. Van mindenféle autónk, taxizni csak taxival, és a limuzint meg amikor bérlik, akkor vehetik ki. Mhm. Egy fél pillanatot adjon nekem ki. Rendben. Ennyi vapid taxi van, és... Hol a limó? Annak mi a neve? Dupsta, BF400. Journey. Van egy Journey-ük. Aha. Hát nem tudom még, hol a limó? Miklós, jöjjön kérem, megmutatom az öltözőt. Jövök. Önt is erre volták? Ön az ékszerboltnál voltak, nem? Engem? Igen. Igen, én is ott voltam, olyan ismerős volt. Igen. És sikerült kihevernie? Igen. Na, nagyon remek, hát mert ugye ez sokszor okoz traumát az embereknél. Hogy azért ott fegyvert szegeznek rá, nekem is rosszul esett eléggé. Oh,
tükör is van. Tényleg felszedtem néhány kilót. Úristen. Nem is látszik. Nem? Nem. Pedig őszintén szóval nem szeretek futkározni. Nagyon fresh. Fresh? Köszönöm. Jól esik. Jó, tehát akkor itt van az öltöző. Aha. Tárolónkat meg tudod mutatni, hogy hol találja az úr? Kérem, kövesse a kollégáját. Ó, micsoda. Még szelektíven gyűjtik. Na, ezt is örömmel látom. Figyelünk a földnek a egészségére. Hát a taxiaink is Priusok, úgyhogy mindenre próbálunk odafigyelni. Ó, hát van ott egy cuki kígyó. Ó. Itt van a tároló, itt talál ételt, italt. Ó, nagyon jó. Rendben. Na ez kelleni fog, ide sűrű fogok járni. Nem fog önnek gondot okozni, hogy papucsban van? Nem, már megszoktam. Tudja, én nem szeretem a cipőt, kényelmetlen. A lábfejem egy kicsit fura, hogy mondjam, nem olyan, mint egy átlagos embernek. És ezért a cipők szorítják. Á, értem. Szóval ez ilyen egészségügyi papucs. Szóval ez nem okoz problémát, ezt úgy csináltattam. Rendben, akkor vegyen ki kérem egy autót, és akkor vigyük el az úri embert, ahova kéri. Rendben. Oh. Ó, micsoda verda! Prius mi? Van itt egy kuka, kuka van. Györös üveget kidobom. Bent van az épületben, csak tegye le, aztán majd kidobjuk. Jó, leteszem ide. Jó van. Na, van az aján egy kicsi majd, hogy csak műszak vége van. Oh. Na én leszek, úgy néz ki ma a sofőrje, uram. Na, hát ez szuper. Első napom. Kilométer, hány csurim? Nem tudom, még most én is tanulok. Majd meglátjuk. Jaj. Mindjárt itt a főnök úr majd elmagyarázza, hogy pontosan hogy van. Itt is vagyok. Miklós, hogyha a műszerfalon megnyomja a Ctrl plusz G kapcsolót, akkor be tudja kapcsolni a taxiórát. Már kapcsoljam? Igen, kapcsolhatja is. Igen. És akkor be tudja írni a... Ki tudja választani a kilométer alapú utat, és meg tudja adni, hogy mennyi legyen a díja a kilométeren. Igen. Jajajaj. Kibekapcsolás. Távolság. A kilométerenkénti díjunk 1500 csurint. Fuvardi be. Aha. Igen. És akkor ez elindul, ahogy elindulok? Vagy ez hogy van? Így van, elindul egyből. Szóval én elindulok így, és akkor már pörög? A pergetét, Miklós. Mi? Még egyszer? Hogy itt pörög már az óra, vagy már indul? Igen, most már pörög is, hogyha mondhatja, hogy merre vigyem. Na hát igazából az a helyzet, hogy nekem szükségem lenne ilyen hosszabb útra, mert na, több ilyen megálló van ez a helységes. Nagyon finom. Főnök úr, lehetséges? Úristen, még egyszer kérem, nem figyeltem. Ilyen több megállós út, mint a megállni ruhapótnál, venni kohátszál, elmenni. Természetesen, amit az ügyfél kíván. Mi az a helyzet, mert nem ülhetek a volánt, hogy én finom. Igen, igen, hát egy... Hát figyeljen, hát addig, hogyha nem zavarja, hogy addig pörög, akkor igazából megoldható. Hát figyelj, majd úgy pörgetjék, hogy ez jó legyen. Jó. Rendben. Nem tudok, valami jó ruhát, nem tudnak ajánlani. Lesz most egy randevó, most kiraktam meg a Twitterre, vagy nézzék meg a hirdetésemet. Hát most itt jelentkeznek így mindenki. Jó, valami randevós öltözetet akarom, hogy főszerint. Úristen, micsoda szub, nagyon finom.
Nem tudom, a főnök úr esetleg tud-e valamilyen helyet? Úristen, mi csoda szub, nagyon finom. Mindjárt be is jelölöm a GPS-en. Nagyon megköszönöm, én nem tudom nagyon, hogy ezek az elegáns ruhák ezek. Hát tudja, olyan, mint amikor meglát, azt izé, bizsereg neki, tudja. Jó, hát uram, nézzen már rám, hát... Ha nem tudja, milyen a... Hát papucs üzei, papucs póló, hát én annyira nem vagyok divat diktátor. Miklós látja a GPS-en, hogy bejelöltem? Igen, igen, köszönöm. Pillanat, és már fuvarozok is oda. Csak sokkal piros. He Miklós, nem kell egy sör? Nem, én vezetek uram, de köszönöm. Hát mit ízik akkor? Mit szokott általában? Mikor hát nem egy... vezet? Várj, úgy kumentem. Kicsi kólát, azt elfogyasztok. Hogyha esetleg van, ezt elfogadom. Egyik, mondja csak. Nyugodtan. Igen, itt a ruhabolt, hogyha bemegy, akkor fel tud öltözni. Jó van, bejönnek, megvárnak. Ó, megvárjuk. Jó van akkor. Na pörgetj se Miklós, jó legyen majd, mindjárt jövök. Rendben. Ó, nézem, főnök úr, leáll ilyenkor magától, ugye? Le. Aha, köszönöm szépen, Daurot. Ismételten a tizet. Nagyon szépen köszi a támogatást. És pont közben, nézd meg, RP-t megzavarni. Köszönöm szépen. És Kósa Szilveszternek pedig a követést, időpotkány katalékban, szia. Ja, amúgy MD-nek is köszönöm a bitet, nem tudom, megköszöntem-e neked. Nem tudom, hány megálló tervez az úr, hogy így... Hát nekünk az csak jó, minél többet. Hát igen. Mondjuk az kicsit bánom, hogy ilyenkor nem pörög. Ez kifizetődőbb lenne. Hát igen, de talán nem kell rá sokat várni. Hát talán. Jaj. Csak nem valami gyobor baja van. Hát az igazság, hogy még avval a csípős burgerrel küzdök, mert mikor elraboltak, akkor az egyik fiatal ember az adott nekem egy burgert, és miután megettem, azután mondta, hogy csípős, én meg annyira nem bírom. Úgyhogy lehet, hogy az csípi fog kifele. De majd meglátjuk. És maga főnök úr rendesen szokott menni, így útfurikázgat, viszi az embereket, beszélget. Nagyon ritkán, én csak azért vagyok itt, hogy megmentsem a taxit, mert csőd közeli állapotban volt. Ó, ennyire rossz a helyzet? Már szerencsére nem, de volt sokkal rosszabb. Hát figyeljen, én most azon leszek, hogy ezt kicsikét, hát segítsek maguknak minél jobban ezt megcsinálni, hogy tényleg tudjuk az embereket szívvel, lélekkel fuvarozni, mert megérdemlik. Úgyhogy rám számíthat, főnök úr. Úgy legyen Miklós. Sokan ígérték már ezt. Hát én majd bebizonyítom. Nem Pöpec Verda. Sárga volt a füst. Sokáig válogatott. Sok ilyen van a városban. Hát meg sok a bűnöző, ahogy néztem. Mindig mindegyik ilyen gyanús alak. Igen, vigyázni kell velük. Az igen. Lanszor a benzin is kifogy. Hát ránézek már a fiatal emberre addig, hogy mit csinálna, hogy eláljuljon, mert eléggé ittasnak néz ki. Nem tudom, ilyenkor megáll az óra, vagy? Megáll az óra, úgyhogy megyek inkább én. Jaj, bocsánat, igen. Nem baj, akkor jegyezze meg az összeget. Rendben megvan. 2300. Kicsit hamarabb reagáltam, mint ahogy gondolkodtam. 2300 volt, ugye? Aha, jó. Szerintem ez egy mínuszpont. Akkor jól látom, Hege, így van, Hege ajándékozott. Hát,
Köszönöm szépen, és kacok a támogatásokat. Kontroll... mi volt? Ó, köszönöm. Na, milyen fes lett a fiatalember? Köszönöm szépen. Ha már illik, tudja, már illik azért valamit tejbe aprítani. Hát még talán randevúja lesz. Nem is tudom, mi lehet a következő pont, ugye? Hát mi kell egy jó randevúhoz? 3000 volt a izé? Hát virág. Ja, szóval lehet venni. Vagy 1500. Hát szerintem a kisboltba árulnak egyébként. Na, hát akkor nézzük meg a kisboltot. Veszek virógot. Rendben. Akkor pillanat. Kisbolt az, hát a legközelebbi az erre van. A Miklós magad olyan, mintha 1000 éve ezt csinálná. Úgy siklik a kezé azon a kormányon, mint a kígyó bűvölő asszonynak a kobrákon. Hát maga a vezetés, jaj, megijedtem a rendőröktől. Szóval maga a vezetés, az vagy a véremben van, én már nagyon sokat fuvarozgattam. A taxizást igazából most csinálom először. Ja, és a kígyó bűvölése, hogy áll? Ó, hát egyszer voltam Indiában, ott próbálták megtanulni, hogy hogyan kell vagy megtanítani, hogy hogyan kell a kobrát megbűvölni. Az hogy bűvölte? Szája? Fuvolával? Ne, hát fuvolával kellett. Neki. Igen. Hát, hát majdnem megmart, úgyhogy spritz, azóta nem... Spritzkolt a végén. Hát de a fogából. Hát a fogából spritzkolt a mérgeket. Hát a spritzkolta volna, csak hogy nem talált el, mert ugye voltak ott ilyen biztos... Tomb Raider. Hát nem, mert annyira nagy hős nem vagyok, de hogy a biztonságiak segítettek. Ja, de érted, ott de a két pisztolyjal elbírna, mint a Tomb Raider azért, rátom azért magán. Nem vagyok ilyen akcióhős. Én egy egyszerű ember vagyok, én vezetek, eszek, szeretek jókat enni, nem tudom maga ebben, hogy van. Kobrát? Burger. Nem kobrád. Burgert, pizzát. Nem mondjuk a kígyót megkóstolnám, az... Kígyó burgát szereti? Persze, az a burgerben jó. Ez a csodapest szerver. Hát figyelj már, a fődöke nagyon-nagyon érti dolgokat, jó feltöd öltözni. Mit javasol nekem? Hogyan szerezzük masszot? Hát... Igazából nem tudom, mert nekem... Hát én kétszer elváltam. Na, hát akkor szóval nem tud már valamit látni. Én annyira nem vagyok járatos. Hát bejáratták mondjam... már magát, nem? Jaj, hát ide leparkolok, uram. Jó van. Hát nem járattak anyját. Inkább eldobtak, mint a rongyot. Mint egy rossz Warburgot, úgy megjárattak, hát, nem? Hát, mint a varrógépet. Nem. Hát annyira nem értek ehhez igazából, hát... Én oda mentem, azt mondtam neki, hogy... Szerbusz, szép vagy? Van-e kedved randira? Hát kalabai... Ráment a Jancsira. Hát fogalmazhattam így is, igen. Na, hát ráment. Ez egy csodaszép történet. Azt milyen virágot vegyek itt te? Orchideát vagy? Van ilyen csokros virág. Azt szeretik a... Minek hívják? Szegfűszeg? Vagy fűszeg? Vagy szegfű? Szegfű? Az. Jó, igen. Veszek szegfűt, meg mit vegyek még? Hát, csomagoltassa be, hogy legyen ilyen szép díszcsomagolása mindenképpen. Ja, meg ahogy a szaga ne menjen el, gondolom, nem? Igen. Igen, annál jobb, hogy körbefonja az a fólia. Megnézem, jó, mindjárt jövök. Rendben. Most hirtelen ott vannak a kutnál. Nagyon fura figura ez az ember. Hát, érdekes ember, de legalább beszélget, én szeretek beszélgetni. Hát vannak, akik olyan csendben vannak, mint a muszáj lenne. Hát van, aki csendes taxist kér. Hát akkor az nem én vagyok. $1500 a kilométer, ugye? Így van. Jó. Na vettem már egy ilyet. Az a baj, hogy drága volt a rózsát, nem vagyok én kulók, hogy izé 8000 virágot megvegyek. Hát itt van egy is elég. De hát elég, igen. Jó nézek ki vele? Hát mint egy Don Juan de Narco. Eléggé, így van. Mármint, hogy én nem azt mondtam volna, hogy szexi, de hogy jó néz ki.
izgató. Izgató. Olyan piros, hát, mint a traktor, azért választottam ezt. Olyan, mint az MTZ, igen. Na, figyeljenek akkor egy következő? Mit kell, mi szükséges még rendezvúhoz? Megvan a ruha, megvan a virog, mi legyen? Hát nem tudom, milyen jellegű a hölgy, hol dolgozik, mit csinál? Nem tudom, felhívott valami Aranka, elég fura hangja volt szerintem, férfi, de nem tudom. Ma van neki valami ura, azt mondta, hogy ne tudja meg majd jön, azt akkor mit tudom, megkóstolja a löncsömet. Nem is értem, mert hát a löncsöm az ért, hát én csinálok otthoni löncsöt, de hát az otthon van, nem hordok én magamnál a löncsöt, na mindegy. Még a kisfiától kérdezte, hanyas a melltartója, mert azt se tudta. Kicsit én egyszerű asszony, de jó van, azokkal lehet ám jókat hegyerézni, tudja. Hát igen, szerintem egy jó üveg bor még az, ami segített oldani a hangulatot ilyen helyzetben. Ja, értem. Aztán a borokat ez honnan kell venni? Hát nem tudom, esetleg a főnök úr ismer egy jó borbeszerző helyet, ahol jó borokat lehet inni, hát, venni. Hát én sem tudok, ahol nagyon ilyen, jó bort lehet venni. Sör az jó, nem? A sör is jó, nem? Hát a nincs ló, hát, jó szamár is. Igen. Hát majd le lesz egyszerűsítve, maximum. Akkor elmegyünk egy kocsmába, veszünk elvitelre? Mert az még opció igen, lehet. Igen, mit tudom én, vagy cyberbar, vagy valami, de mindegy. Oda? Hát vagy egy kocsma, ahol vannak, azt adnak. Kocsmát, ugye? Aha. Figyelj már, főnök úr, be tudna jelölni egy kocsmát? Mert én még annyira nem ismerem itt, én nem tanulmányoztam már. Bejelölöm a cyberbarat, az a biztos. Rendben, köszönöm. Ja, Istenem, ma de nem tudom. Nekem egyszer volt egy, csak már mehet is Miklós. Rendben. Na szedj el a Miklós. Ugye vissza kettő, nagyon jó. Esküszöm, nagyon jó. Igyekszem. Tudja, mit láttam, mit a... Ismeri ezt a Kane blokkot? Olyan meg, mint a Kane blokk. Az ilyen izé? Focista? Hát nem, az is ilyen sofőrködik, tudja. Rally versenyző. Mindig csúszkálik autóval. De még korcsolyás kocsi vagy? Hát ilyen draftolós, mit tudom én, körög a kerekkel, meg minden, szóval nagy füstök jönnek ki a... Ja, mint amik az ilyen falunapokon szoktak így előadni. Igen, mikor a nép megeszi a babujást, nagy füstök. Aha, na hát így már igen, megvan. Akkor nem rokon, jó van. Nem. Hát de... Nem hiszem, legalábbis nem tudok róla. De azért falunapra azért csak helyen jár maga is, nem? Hát persze, szeretem. Maga is szokott a tömegbe. Oda nézzen, amit csinál a kakas ember. Halló, szép napot! Vigyázzon magára! Hát, ütődött. Mászkálnak erre, ja. Hát, elég furák. Nagyon sok a piros itt ebbe a városba. Ja, hát mondjuk egyen, ketten. Hát vannak itt mindenféle prikés ilyen népek. Ott majd meglátja, mikor költözött ide. Nem régen, egy két órája körülbelül. Hát mi nem ismeri, olyan mutulyok ütik el magukat, olyan bolondok emberek. Kéne neki két pofon némeliknek. Hát én nem vagyok egy erőszakos ember, de megfordult már a fejembe, hogy lehet kellene valami önvédelmi eszköz, valami. Hát ezek kanibálok, ezek padorzók, ha nem lehet ezekkel bírni, ha vigyázni kell, kilopják a szemüket. Hát valami ízére gondoltam, hogy lehet, hogy be kéne szerezni valami ütőt, csak úgy a biztonság igen. Esetére. Hát igen. Az is lehet, felfigyelj, majd valami ütőt, majd akkor bikocsököt vagy valamit szerzünk. Mindjárt megérdem, van-e elvizet erre? Egyszerűen, rendben. Köszönöm, mindjárt jövök. Tegyen a rózsát, mert azt hiszik, hogy izé el akarja csábítani. Miklós! Tessék!
Adok önnek egy kitűzőt, az legyen magán mindig, mikor dolgozik. Rendben, rendben. Azon rajta van, hogy Dudás Miklós a taxisofőr? Így van. Ó, nagyon jó. És akkor ezt így felrakom. Ó, nagyon szép. Ó, de egy kedves kiszolgáló hölgye, azt adott nekem. Beülök. Na, sört vagy micsodát? Hát vettem valami, mit azt mondta, hogy legyen valamilyen koktél, vagy ilyen mit tudom, ilyen szivárvány színű, mert azt mondta, nagyokat lehet tőle ezélni. Tudja, hogy mondják már, hogy kulturált módon, na, hogy mondják kulturált módon. Hát. Részegedi tőle? Hát nem a emésztés, azt mondja, ilyen sok szárt összeiszol, azt akkor ezért megszalad, tudja, hogy mondják már. Kultúrát módja. Kakilli? Ja, igen. Hányni? Az jó volt, jó. Hát posni nagyokat, ha összeiszol, minden szar. Hát folyékonyabbat kakálni, igen. Így van, azt mondta, ilyet vegyek, mert ettől aztán kitisztul az ember szervezete meg a lelke, mondom, jól van, mert nekem csak tiszta lelkű nők kellenek, érti? Aha, mondjuk így ki tudod szűrni azt, aki nem neked való, mindenképpen. Hát persze, de kell a tiszta lelkű nő, érted? De hát tiszta legyen, nem fosson ki magától. A démont, igen. Na, azt mi legyen a következő úti cél? Figyelj, egy főpublik, az a végállomás. Aha, na, azt már tudom, hogy merre fele van. Rendben. És hogy hívják magát egyébként? Taligás Józsi, az én nevem. Jó napot kívánok. Jó napot, jó. Én Dudás Miklós vagyok. Dudás Miklós? Dudás Miklós. Anyukájáról kapta ezt a szét nevete? Na, hát jó, hát nem szégyenkezhet miatta, hát vannak ott azért, de... Hát figyelj ide, inkább legyenek, nem? Ha legyen mit nyomkodni, kiskorában csak egy játékot venni a gyereknek, nem? Hát mindenki egy hörgő. Ez így van. Mondjuk én is jót szórakoztam vele kisgyerek koromban, de már most már nem jó, nyilván, nem? Ha most már nem. Na jó van, értem. És akkor itt befordulok. Ja, igen. Mennyi lesz Miklós uram? Na, akkor meg is álltunk. Hát ez elég busás. 6800 busák. Forint. Busák? Az egy hal a busa. Hát, busával is. Várjon, mit mondod? 60 000, vagy mi? Ne, 6800 forint. Na jó, pillanat. Átadom akkor kézbe. Ha inkább utalok, mit szó? Hogy szokták? Utálnak? Főnök úr, ez hogyan szokott itt működni? Ahogy tetszik. Teljesen mindegy. Akkor utalnák, mit szól? Rendben, számlázni szoktunk, vagy ez hogy van? De nem szoktunk ilyenkor. Rendben. Akkor egy 77-es számlaszámra tudja elutalni az összeget. És akkor 6008? Igen. Szervusz, Adi, egyébként, hali. Na, minden igaz, átküldtem. Megjött, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor további sok szép napot, aztán ügyesen Miklós kovám, ne halljak-e rosszat. Magára, és a magáról József, szép napot kívánok. Viszlát, jó tudálásokat. Na, halló. Köszönöm. Jaj, ezt most akkor én leállítom az órát. Nagyon ügyes volt Miklós. Köszönöm. Akkor nekünk nagyon gyorsan el kéne mennünk tankolni, mert viszont a benzint nem néztem. Jó, tudom-e... Hát itt megállunk, piros, igen. Jaj. Úristen! Hát itt mi történik? Mit ez a zombiklós? Ez egy autós üldözés! Kifolyott a benzin.
Clement Alex Brown Junior. Ja, itt még átfértünk. A jobb felül van a beérkező hívása a taxinál, ez nem túl jó. Na, még pont elértünk ide, úgyhogy teljesen jó. És akkor nem szoktunk itt számlázni, csak zsebbe, vagy... Ez pontosan hogy van? Hát inkább csak a limuzin bérléseket szoktuk számlázni. Aha. Itt elég jó. A nyugta, amit kiad a taxióra. Aha, és akkor nekem ezt így valamennyit oda be kell adnom a... Mindent vagy be ezt? Kell adni, mert havi fizetése van. Ó, értem, értem. Aha. Jó. Rendben. Hogy ezt vigyem oda be, vagy magának adjam oda? Odaadhatja most nekem is. Rendben, rendben. Utad, de akkor én magának odaadom készpénzben, ha úgy jó. Hibátlan. Tessék, főnök úr. Köszönöm szépen. A borra valót nem kell odaadni ilyenkor. Ja, jó, hát most mindegy betanuló dolgok ezek. Jó. Most menjünk vissza, vagy? Menjünk vissza, engem kirak, és akkor el tud kezdeni dolgozni. Rendben, rendben, rendben. Látja a telefonjában a hívásokat, illetve hogyha a műszerfalú megnyomja az F9-et, akkor ott vannak a beérkező taxikérelmek. Ó, jó sok van. Jó, van, van, valószínűleg a kollégák már kimentek rá, de az innentől beérkezőkre tud menni. És honnan tudom, hogy kiment ki rá, vagy ez? Hát elméletileg el kell fogadni ezeket, de nem szokták, úgyhogy inkább csak figyelje, hogy melyik új, és akkor nyomjon rá egy elfogadást. És nincsen ilyen rádió, hogy így beszóljak, hogy én így megyek, vagy... De van rádió, és rádiózni is tud akár. Jó. Mindjárt a kollégáktól megkérdezzük, hogy melyik frekvencián vagyunk éppen. Emerüljön? Na. Nagyon sok a piros. Hát itt... jó, hát óvatosan át. Itt ez jó. Az ilyen minek herpézik, full gázom úgy. Ó, itt komoly összecsapások vannak, vagy nem tudom. Úristen. Nem itt kellett volna megállni. És elnéztem a... Na jó, bazd meg. Na, szard le. Átvegyünk. Minden másodikat. Minden másodikat izé. Megállunk. Ezt úgy kell. Jaj! Szétesik az úton a... az oszlop, jajaj. Vigyázzon az autóra. Vigyázzon, kicsit az út... kicsit görögyösebb volt, mint gondoltam. De ide leparkolok. Jó. Át is adom a rádiót közben. Köszönöm.
És ez akkor hanyas frekvencia, vagy ez... Mindjárt megkérdezzük a kollégát. Rendben. Aha. Caps lock beszéd. Hello? Vagy ez be kellett állítani, nem úgy. Five. Itt volt ilyen, nem? Ja nem, ez a... Milyen hülye vagyok, a... Miklós, 494-es. 494. Mindig ez van használatban. A... 494. Jó. Jó, várjon még egy pillanatot, kérem, megnézek valamit. Rendben. És ez itt van, nem? Pustotak, ne... Hol van a rádió? Azt tudjuk? Azt most én itt hirtelen nem találom. Mert azt jelenti, hogy caps lock, de... Hello? 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 Eljövel a rádió, most van benyomva. Tudjátok, ahol kell beállítani, és kacok a rádiónak a izéjét? Valaki? A rádióban beszélés az hogy működik most? Mert én azt most nem tudom. Segítsetek már chatről. Várjon ő! Audiónál? Na! Ebbe az főnök úr esetleg nem tudja, hogy hogyan kell megcsinálnom, hogy én tudjak ebbe beszélni? A rádióba? Igen, igen, hogy melyik gombot nyomjam meg itt a rádión, mert olyan sok van rajta. Hogy ez... Egy pillanat, és meg is nézem. Köszönöm. Apa fizu, most már van? Five M Talk to Radio volt olyan. Én nem láttam olyat. Ó, lehet, megvan, megvan. Aha. Hello, Dudás Miklós jelentkezik. Hello, hello. Most úgy, már működik? Úgy hallom, működik. Igen, igen, megvan. Kicsi, el volt tejtve. Rendben, köszönöm, és akkor Bubi. Mindig összegyűjtögeti a pénzt, amit szeretne. Vagy pedig, hogyha nem szeretné gyűjtögetni, akkor kiszámlázhatja, és akkor egyből a cégnek tudják utalni. De gyűjtögetheti KP-ban is, és akkor mindig leadja valamelyik főnöknél. Hát lehet, hogy jobb utalással, mert hogyha véletlenül elhagyom, vagy valami... Érti, hogy elrabolják, vagy valami... Persze, ahogyan ön szeretné. És ez a számlázás, ez hogyan működik? Egyébként vagy? Ott hol kell bérletet venni? Meg én az én nevemnél már nem látom. Egy,
itt dolgozó UM-ben, és ő ad. És neked milyen bérleted van? Napi, vagy nem tudom mi vannak? Napi. Ezt egy másik kollega majd elmeséli, mert nekem közben mennem kell, de kérdezzem meg nyugodtan egy kollégát, akár őt is ott. Nagyon szépen köszönöm, főnök úr. Nagyon szívesen. Viszlát. Viszlát, viszlát. Saját autóban mentél majd taxival. Kolléga, szép napot! Saját kocsival jöttem. Jó napot. Jó napot, én Dudás Miklós vagyok, most nyertem felvételt ide a taxitársasághoz. Én pedig az... Kovács Bob. Bob, szép napot Bob. Be is jelölöm magát Twitteren. Ha nincsen saját kocsid, akkor elmehetek érted hamar. Hát tudod, még nekem csak a robogom van, meg BMX. Jó, akkor... Tehát addig a jegyemet, és akkor elmegyek. És Bob, tudna nekem abba segíteni, hogy hogyan lehet számlázni, vagy ez hogy működik? Igen, tudok segíteni. Köszönöm. Gondoljon a fejében az F6-ra. Igen. És azon belül az ember interakciókra. Igen, és számlázás, itt van egy olyan opció. Ja, és akkor én most így teszt jelleggel, itt van olyan, én 100 csurintot, és akkor magának adtam? Hogy így, igen, most akkor aki közel áll hozzám, annak. Vagy ugye? Úgy működik. Aha. És akkor az a lényeg, hogy közel álljak hozzá, hogy biztos neki adjam. Igen. Uh-huh. Igen, jó. Igen. Jó, Charger fogok menni. Rendben, köszönöm. Rendben. Én addig átöltözök szerintem edzőruhába. Jó, én most egy pont úgy megyek. Hát nem túl beszélgetesek. Csodaszép az ukarat. Köszönöm. Ötödében van most ahová. Mi volt az izé? A hívások. Hogy mik a taxi hívások? És kacok. Melyik gomb volt? Mit mondott a Daurot? Van. F9. Én elfelejtek mindent, köszi, hogy tudjátok. De elméletileg úgy van, hogy én ezek... gyangyak nekünk a jegyeket, nem kell. Érkező egységek. Kell, és akkor bankszámlán. Keresztül kell. Kápiba. Az autót meg a... Miklós kollega, te nem akarsz jönni edzeni? Nem, hát én inkább hamburgert emelgetnék. Nem, én megyek egy kört, még viszek egy fuvart, csak még barátkozom itt a felülettel. Az autót meg pedig, ha az... Bármi kérdésed van, nyugodtan szólj. Rendben, köszönöm. Igen, mondjad, figyellek. Az autót, meg pedig a G betűre kell gondolni, hogy nyissuk meg, zárjuk. Igen, azt tudom, még egyszer, hogy hogyan működik ez a hívások beérkezése, hogy én az F9-re gondolok, ott látok ilyen dolgokat. És melyik az, amit így el tudok fogadni, vagy ez hogy van? A térképen is látszódik szerintem a beérkező hívások, ilyen kis kék figurával. A pillanat, kis kék figurák. Most jelenleg nincs. Most jelenleg nincs. Ja, és én ezeket... De általában szoktak ászó lenni. Aha, és honnan tudom, hogy mit tudom én, ti már kimentetek, vagy valami? Ezt általában lekommunikáljuk egymással. Aha. Én most így megnyitom, és ezek a régebbi hívások? Ahogy jól látom? Igen, vagy... igen. És akkor így hogy látom, hogy ezek már így meg vannak csinálva, mert így nem... Sehogy. Közelből sehogy. De ezek a gyilkolások nem van megadva, hogyha teljesen elgondolsz az F9-el, és ott elvég el tudod fogadni ott az adott személytől a volt, és akkor ő azt látja, és akkor amikor végezte, akkor azt el kell adnod.
De nekem az baj, ez nekem nem működik azóta. Ez a rendszerünkön, ez a kék húvás rendszerünkön, nekem az. Ez egy nem működik. SMS-ed működik, de ez nem. Aha. Rendben, rendben, köszönöm, majd próbálkozom. Jó, jó. Mindenképpen. Na, hát lassan majd megyek vissza, csak még egy fuvart el akarok végezni. Jó. Lassan majd megyek aludni, mert kivettem egy hotelszobát. Aha. Úgyhogy csak még járkálok egy kicsit a városba, hát ha van fuvar. Aha. Ugye régóta vagy te a taxidá? Mert nem, most jöttem. Aha. A városba is, olyan 3 órával ezelőtt érkeztem. Aha. És akkor most nyertem felvételt ide. Mhm. Úgyhogy... Jobb gomb? Nem, mert még applikáció még nincsen, még a hangod. Egy is néztem... Én addig gyorsan átöltözök, mert a karom így nem nagyon látszódik. Hát jó, kicsit vékonyka. Igen. Nem tudna én esetleg applikáción, és akkor ott is felvesznem? Persze. De szerintem a főnök úr már elintézte. Most aha. Akivel ott a kalapos úr. Aha. Ezt a dolgot. Igen. Nem láttam a... Discord applikációval a igényléséknél a kollégát. Szerintem biztosan. Fiam. Gondos volt. Ott volt a szám. Nem fogom látni még a applikációm, akkor holnap lesz a városban úgy. Majd hétfőn leszek, jó. Igen. Holnap sziaszta. Jó. Akkor hétfőn délután, akkor hogyha a kollégám rendezi, akkor most majd hétfőn délután este felintézem, akkor én. Rendben, keresni foglak mindenképpen. Rendben. Na, köszönöm szépen, Tomás. Köszi. Na nektek akkor mentek edzeni? Igen, menjünk egy jó edzés, látom, hogy már felöltöztél meg mindenében, akkor megyek, meg veszek egy burgert, mert már éhes vagyok. Na jó, itt vagyok, kívánok hozzá. Köszönöm! Jó edzés, szerbusztok! Köszi, hello. Na, menjünk. Menjünk egy kört. Mennyi az idő? Hogy állunk menetrendileg? Kicsit félreállok ide. Lehet, hogy most már amúgy végzünk is. Vagy várjál? Nem. 9-kor végzünk, valami 8 rém lett. Félig van idő. Jó, hát akkor félig még tudunk furikázni. Igen, csak nem tudtam most pontosan hány óra a dolog. És nem vagyok kíváncsi, hogy megyek, és akkor hogy jelez majd nekem ez a szusz? Hogy akkor kidobja? Pittyeg, kaki, kuki. Dudás Miklós a sofőr, a taxis társaság. Jaj, leindult, majd utána nézem a telikülőt. Oly sok minden van még hátra, skacok. Én akkor kimegyek erre a hívásra, jó? Nem. Köszi! Szóval jött egy hívás, F9. Beérkező hívás. De mi az, hogy 20-20? Én ezt nem értem. Meg... Most ez hol van? Just saying. Vagy a legalsó az? Valaki segít? Daurat, te vagy itt. De így látom, csak hogy nincs itt idő, hogy mikor jött be. Az mondjuk segítene. Szerintem a legfelső. Hát felhívjuk. Térképen kék pötty, igen, az is... Uh...
Jó, ott van, és akkor... És, de várjál, én most kimásoltam a nevét. Még nem lehet felírni, hogy hello, megyek oda? Charles. Igen, csak hogy én nem tudom felhívni, hogy hello, mert ugye régebben az volt, hogy felhívtak, hogy hello, hívtál taxit, akkor megyek, csá. Hogy így akkor most a koordináta így megvan, így stim. Csak hogy így akkor nem hívott fel, csak úgy vár, hogy most vagy jön taxi, vagy nem. Na jó, hát ez most nem számít. Csipogó rendszerből is ki tudod másolni számot, csak azt nem tudom, hogy lehet megkülönböztetni, melyik még. Most nem ide jött? Hívás. Mi az, hogy hívás elutasítása? Nem vágom. Ez a legalsó volt. És nekem a legfelső kell? Vagy most ez hogy van? Legalsó kell akkor. Vagy a legfelső, mert most ide jöttem. A legalsó akkor. Tehát ő, akkor ez. Igen. Akkor... Szám másolása. És hogyan másolom én be a telefonszámot? Hívás elfogadása. És hogyan másolom be? Hello. Hashtag után számozva van. What? Ja, hogy az a hanyadik? Aha. 39317. 39317. 39317. Bazd meg! 39317. Jó napot kívánok! Ja, csak egeres módban lehet bemásolni. Mindegy, felhívtam. Nem veszi fel a telefont. Miért az? Nem úgy király ez a taxi.
De most ez egy letartóztatott ember, vagy mi? Hát ez... Igen, itt látták az enyémet. Három kilenc három tizenhét. Hát ez nem jelent meg a helyen. Pedig hívtam is meg minden. Hát akkor még megyünk egy kicsit. Pedig Miklós! Miklós pedig nagyon megy a terepre. Csak hát... új taxis a városban. Az új karakterrel? Mire vagy kíváncsi? Hát nem voltál itt a stream elején? Hát igazából ő... mit keverem? Tuvalu vagy Tavalu? Tuvalu itt származású részben, mert az anyukája Tuvaluban érkezett. Az apukája teljesen magyarországi. És így... hát igazából a tuvalui étteremben futárkodott, amit a szülei vezetnek. Meg ilyen fuvaros melói voltak, meg stb. Egy érettségie van. Úgyhogy a... Szeretne hozzájárulni Csudapest közösségéhez avval, hogy... mert az első nap, mikor most megérkezett, nem jött ki a taxi. Hát lehet, hogy rosszul hívtam. És így szeretne... mi a fene... segíteni a közösségnek. Ezáltal, hogy ő király taxis lesz. Nagyjából ennyi, de majd nézz vissza. Meg hát most így alakul a dolog, hogy pontosan milyen is az ember maga. Jámbor, jó arc, kedves. Kicsit leszorítottam, lehet véletlenül. Hát meg ugye kis duci. És ilyen hangon beszél. De majd alakul a szívünk közt nő is egyébként. Szerintem úgy nem lesz probléma. Tehát így ő is a szívünk közt fog ugyanúgy nőni, mint az Ezri. Tehát ilyen téren. Nagyon gyorsan váltam úgy vissza, jó? Mondjuk ezt pont nem váltott gyorsan pirosra. De még... tök gyorsan váltam jól vissza. Most így bóklászok a városba, de nagyon nem tudok mit csinálni. Annyit tudunk, hogy közben a műszerét. Már úgy csak jobb. Későn fékezek mindig a szigab, átmegyek rajta. Tudod, hogy olyan hatalmas balesetem lesz, csak az meg nem jó, hogy fuvar közben baleseted van, érted, az olyan...
De egy angyal nem funi. Azért egy taxisnál fontos az, hogy betartsa a kereszt, vagy nem tudom, különben ironikus. Vagy nem tudom. Ja, meg az, hogy nem szeretne rossz útra térni, mert a bátyja meg viszont izéje. Ugye ő kicsit rossz útra tért, és egy ellenpélda neki. A Dudás Frigyes bátyja. Annak ellenére, hogy az édesapja Dudás Frigyes, aki szinte Dudás Frigyes, éjjel-nappal dolgozott, hogy el tudja tartani őket. Ezt így hálálja meg a bátyja. Szervusz, Szila, Ali! Ismét. Szegeden? Ősz mondod? Szabálytalanul vezetnek a... Hát akkor lehet, hogy nem ironikus, hogyha én is szarul fogok. Csak legál, most egyelőre az a terv. Aztán meg ki tudja, lehet, hogy a végén őt is behúzzák, de... De egyelőre nem szeretném. Majd kövi streamben majd szerzünk be valami önvédelmi fegyvert, egy bütőt, vagy valamit. Elég ritkán jön hívás amúgy. Lehet, hogy azért nem hívnák már rá az emberek taxit, mert lehet, hogy megszokták azt, hogy sosincs. Az is benne van egyébként simán. Jaj! Úristen! Ez mi volt? Nincs töröve a csöves faki, van csöves faki. Egyébként nincs töröve, működik tovább, csak már nem belünk. Hát igen, de majd most hívjátok, hogyha vagyok. Meg majd még nem akarok spoilerezni, de majd még érkeznek a taxihoz. Tehát nem csak én leszek. Szóval egy kicsit lehet, hogy fellendítjük. Talán. Ki a fő? Giorgio. Giorgio. Hát mindenki kimed. Most látom Abdult, amúgy. Váltsál már! Sose tudok továbbadni. Most melyiknek adott ez zöldöt? Menjünk egy. Menjünk erre, menjünk arra. Hát akkor sehogy se óradi, mi? Egyik lassan, másik gyorsan vezet. Igen, tessék, Dudás Miklós, csak taxivá társaság. Szép napot. Magam, úgyhogy keresett engem, utána a múltkori hívásomra. Ő nem maga küldött most egy taxi hívást? Nem én voltam. Ó, akkor lehet, hogy probléma volt a rendszerben, elnézést kérek. További szép estét kívánok, viszont hallásra! Viszont hallásra. Tudod, mit kezdeni a srácommal a beszéddel? Akkor most a legfelső az? Lehet, hogy mégis. Haló? Megkérdezzük. Akkor viszont a legfelső szám az nem a legalsó. Skacok. Mert azt mondta, múltkori hívás. Akkor ő az. 10634. Egy...
0, 6, 3, 4. Nem. Tudjuk már meg. Jó napot kívánok, Dudás Miklós vagyok a Csudapesti Taxi Társaságtól. Ön küldött az imént egy SMS-t, hogy szeretne fuvart? Nem mondok egy monológot. Jó estét! Hall engem? Ön hall engem? Igen, igen, most már tisztán és érthetően. Dudás Miklós vagyok a Csudapesti Taxi Társaságtól. Ön küldött nemrégiben egy üzenetet, hogy szeretne egy fuvart? Összintén megmondom, nem. Engem az érdekelne, hogy lehet taxisnak lenni. Vagy ja, de akkor maga küldött körülbelül 10 perccel ezelőtt üzenetet, ugye? Hát őszintén megmondom, nem emlékszek rá. Jó, csak a rendszerünk egy kicsikét fura, ezért most érdeklődöm. Hogy lehet, felvételizni kell a vezetőségnél, jelezzem feléjük, hogy van egy érdeklődő? Hát igazából kettő is lenne. Egyik barátom. Jó, hát figyeljen, ha szeretné, továbbítom a telefonszámot vezetőségnek, és akkor esetleg megkeresik. Rendben, és esetleg azt még megkérdeztetem, hogy ha szabad, hogy ön mennyit keres ezzel a munkával? Ó, hát én most még új vagyok, de nemrégiben kerültem ide. Azt hiszem, hogy óránként olyan 3000 csurit környéke? Vagy nem óránként, buta vagyok. Nem tudom, mennyi időnként jön a fizu. Hát ez nem olyan rossz azért. Na, annyira nem. Tűnik adnak. Hát figyeljen. Mondom, hogy követ valaki, ha higgyed már el. Hát, rendben. Hogy most mi van? Fejnem meg. Köszönöm szépen. Én köszönöm további szép estét, viszont hallásra. Viszlát. 10634. Srácok, érkezett egy... Hát felhívtam az ügyfelet, és mondta, hogy szeretne jelentkezni, hogy továbbítsam nektek a telefonszámát esetleg, vagy hogy legyen? Mondanak, hogy menj a városházal, és ott tud jelentkezni hozzánk. Ott lehet? Mert én ott nem láttam, az hol van az ott? Bejön a városházal, bemegy az ajtón, és bal kész felül lesz egy pódium. Egy pódium, aha. Jó. Jobban a pódium, most ott lesz majd. Rendben, köszönöm. Nincs mit. Szép estét, uram, elnézést, hogy ismételten zavarom. Felkerestem a vezetőséget, és ők azt mondták, hogy be kell menni a városházára, és balkész felül lesz egy pódium, és ott tud jelentkezni. Jól van, rendben, és esetleg azt még... Meg tudnál kérdezni tőlük, nem tudom, hogy mennyire lehetséges, hogy mennyi időt kell várni. Hú, hát azt nem tudom, de szerintem hamar fogják kezelni, ugyanis kellenek a kollégák. Rendben. Esetleg majd a barátomnak is mondom, hogy nézzen utána ennek a munkának, rendben? Rendben, akkor... További szép estét, viszont hallásra. Jó. Taxisok gyöngy, azt mondod? Hát kedves, udvarias fiatalember, aki körülbelül 40 éves. 41 amúgy. 80-as születésű. Csak az zavar kicsit, mennyi pénzem van, hogy... Nincsen izé. Nincsen... Mi a fasz? Nincs hívás. Engem ez zavar. Jaj. Na jól van, én itt megállok. Burgert azért... Csak... Megállok egy burgert azért, csak bevágok. Na. Nincs egy pad, vagy valami. Na. Idő után idegesítő lesz a szondot? Szerintem megszokjátok amúgy. Hogyha az elején nem idegesítő, akkor szerintem megszokjátok. Na.
Megnézzük még gyorsan, megmutassam nektek, hogy milyen a karakter csinálója? Amúgy. Kíváncsiak vettek rá? Hogy mennyi dolgot lehet rajta változtatni, mert nem sokat, mert ugye nyilván egy pedről van szó. De azt még meg tudom nektek most így mutatni. Ahogy az F9-ben ezt ugye... Nyilvásárutasítása... Gyomor? Nem gyom... Ja, ugye a gyomorhang, azt hittem, hogy amit beszéltem. Igen, neki mindig korogni fog, a pocia éhes lesz. Stb. Hova tűnt az ezredes szám? Felkiáltójel VOD. Most már többször nem mondom el, hogy mi lett vele. Nézzétek meg. Felkiáltójel VOD. És az utolsó ezredeses epizódban meg tudod nézni, hogy mi történt pontosan vele. Mit akartam? Ruhát. Ó. Megyek a beérkező hívásra. Rendben. Egy hét nulla hét kettő. Tiszteletem. Jó estét kívánok. A Csunapesti Taxi Társaságtól keresem, és maga volt az, aki az e-mailt küldött egy felkérést, hogy szeret a taxi. Van. Így van, én voltam az. Rendben, rendben, már úton vagyunk. Köszöntöm, viszhal. Viszhal. Hát nagyon meg kell tanulnom, mert hirtelen még a neve sem esik a számra, szóval a Dudás Miklós. És meg kell tanulnom ezt a sablon szöveget, hogy jó estét kívánok, Dudás Miklós vagyok a Csunapesti Taxi Társaságtól. Ön küldött az e-mailt egy izéjét, faszonat. Nem tudok még beszélni. Jó van, érjünk ki gyorsan, visszafele pedig, vagy őt meg lassan. Tehát ez a motto, gyorsan kiérünk szabálytalanul, meg minden, és aztán... Társaság, meg társaság. Jaj. Mi? Aranyos a szöveg ebből a hanggal? Hát szerethető karakter lesz akkor, úgy néz ki. Ez hol van? Ez ki van palettyóba baszott? Szerintem nem baj, hogyha bemutatkozok, mert az olyan, nem tudom. Szerintem könnyebben megjegyzik a nevemet, ami egy cél már megint, hogy a karaktered ismert legyen. Hogy a karakterem ismert legyen. És szerintem közelebbinek érzi azért, hogyha bemutatkozol személyesebbnek. És én ezt akarom vele ezt elérni. Hogy bírom? Nem érzek semmit egyelőre. Ugyanúgy érzem magam most ebben a streamben, mint hogyha egy másik napon streamelnék RP-t. Sőt, még kicsit jobban is, mert ugye itt van az újdonság flója. Ez very big számba lesz, azaz? Nem, értem. Értem, Reddy, mit mondasz, amúgy. Nem, most nekem a személyesség kialakítása így, ez fontos ennél a karakterben, hogy így szeressék, ha már ilyen szeretető hangja. Jó napot kívánok! Erre belép vagyott, ezt sem tudtam, mit mondtam. Hát még kezdőj a Miklósna!
Nagyon jó kim van a halálpöcsőn. Csá, indultam. Cső, úton van a cucc. Hashtag fuvar. Jó. Megérek. Na, megvan az első önálló fuvaromban, amit még nincsen. Izgulok. Jó, jó lesz. Nincs itt a Daurod bácsi, hogy fedezzen. Csá, Miki Bok a fuvaros. I'm on my way. Bra. Ne. Tiszteletem, tiszteletem. Jó napot. Maga rendelt taxit? Így van, így van. Rendben. Akkor itt a GPS-en be is tudja jelölni, hogyha speciális kérdése van, vagy ha valami dolog, akkor érti. Rendben. Egy pillanat, jó? És jelölöm. Rendben, rendben. Jaj. Na, látja a GPS-en jelölésemet, vagy nem tudom, itt így beharibáltam. Igen, igen, akkor megvan. Akkor legyen szűs oda. Ha jól látom, ez igen, igen, meg is van. Ott lakik, arra felé esetleg? Buli van, aztán oda buli. Megyek. Buli? Na, milyen, milyen buli? Házavató. Házavató. Egyik barátjának van új lakása így esetleg? Így van, tesókámnak, jaja. Na, hát ez teljesen jó, és én csajok, kaja, pia, minden? Van, van párom, ő is ott van. Ja, párja van. Na, gratulálok, mióta vannak együtt? Fúha, elég régóta. Hiszem pár hónapja. Aj, pontosan, mert hogy tudja, hogy a nők az nem szeretik, hogyha eltéveszti a dátumot. Hát, így van, nem nagyon szeretik, de hál' Istenem, nem nagyon kérdezi a te, hogy... Hát még, majd az évfordulónál, tudja? Így van, akkor kicsit bajban leszek, de hát... Még a hónapok, meg ilyesmi, az még nem baj, de az évforduló, meg a... Hát így van, így van. Na, és az úr mivel foglalkozik? Én építész vagyok. Na, ilyen. miket épít? Házakat tervezünk, meg ilyenek. Na, hát ez izgalmasan hangzik. Így van, nagyon-nagyon, és jó kis dolog. Aztán nem tudom, itt az úriember mellettem már, vagy hát, hogy mondjam. Szokrozották magad hívni, vagy nem nagyon? Nem, hát én... foglalkozik? Tudom, ma kezdtem itt a taxitársaságnál, egyébként. Ma. Új vagyok, még maga az első önálló fuvarom. Úgyhogy nagy pillanatok ezek. Ez az első, vagy? Az első, hát mentem egyet a főnökkel. És akkor maga így az első önálló. Aha. Jaj, így főnök jöttem, meg ilyenek. Igen, igen, igen. Na. Úgyhogy most jó, nagy dolgok jó vannak. Hát igen, elégiben érkeztem. Igen? A városban, aha. Igen, igen. Mert hát ugye szerencsét próbálni, jaj, ezt eltévesztettem. Semmi hát baj. Hát itt is tovább lehet menni. Szóval nemrégiben érkeztem, mert szerencsét akartam próbálni. Eredetileg nem taxisként lettem volna, csak hát olyan kevés volt a taxis, mert hogy nem tudtak engem behozni a városba. És akkor mondom, hát akkor ide kellek én. Jaj, ez kicsit szabálytalan, nem látjuk. Nem baj, nem baj. Nincs itt rendőr, szóval para. Aztán, hogy igen. Tetszik eddig a város élet, vagy? Jó, egyébként kellemes. Az első fél órában elraboltak, úgyhogy igazából ott az kicsit megrendült a hitem, de aztán helyreállt. Már jó, minden faszon rendben van? Már minden, igen, igen, mindenki kedves. Bár majd lehet, hogy egy, nem tudom, egy önvédelmi eszközt, egy kolfütőt vagy valamit lehet be kell majd szereznem. Azért félek. Nem csodálom, mert ennyire rabolgatják, vagy mi? Nem, csak hát mondom, hogy az első fél órában elraboltak, így kicsit traumát hagyott bennem. És amikor nincs eset, nem nincs hibás, akkor mit csinálnak egyébként? Nem tudom, hát én mióta itt vagyok, azóta intézkedtem az ügyeimet, meg most ugye, most azóta még már dolgozom, úgyhogy nem volt még szabad időm. Ja, majd lesz. Lehet, hogy, hát igen, lehet, hogy majd horgásznék, de egyébként nekem szimpatikus, lehet, hogy nem is veszek ki szabad napot, meg ilyenek, úgyhogy. Mm-hmm. Ah,
minden rendben. Az autót kapta egyébként, ez ilyen próbautó, vagy ez mi? Nem, ez rendes céges taxi. Ugye ebben járjuk az utcákat, a megkülönböztetés véget. Szereti maga a focit egyébként? Á, nem nagyon szeretem, nem, miért? Nem, nem. Hát ugye múltkor volt egy jó meccs. Azt mondom, arról akkor beszélhetnénk, de hát... Á, nem vagyok. A... Mert gondolom, hogy az eléggé. Ez nagy rajongó, ahogy hallom, vagy gondolom. Hát, hébe, hóba. Megnézek egy-egy meccset, de sportot szokott nézni, valami mást esetleg? Hát, megmondom őszintén, nem vagyok olyan nagy sportrajongó, tehát nem nagyon szoktam. Nem, hát akkor mit szokott figyelemmel hát, kísérni? Még egyszer, hogy? Mit kísér figyelemmel, milyen dolgokat? Hát igazándiból, nem tudom, inkább ilyen filmeket szoktam nézni igazándiból. Milyen filmeket? Horrorosabbakat, azokat nagyon csipázom. Hát mondjuk így, hogy van párja, ugye ott az eléggé összehozza az embereket, mikor magához bújt. Persze. Hát te sókám, úton vagyok, ne aggódjál, puszikállak. Sok a piros mindig itt a... Jaj, persze, mert már keresnek. Na jó, lehet, hogy ezen áthajtunk. Ennyi, nyugodtan, csit rendben, nem már senki, nyugodtan padlóba nyomassam. Hát inkább az őrültektől félek, tudja, hogy oldalba belém jönnek. Az... Kösse be magát. Mondta, hát jó, csak hát magának jöttek, hát én hiába kötöm be magam, ha maga meghal. Érti? Persze, nem fog, be vagyok kötve, fogom. Kapaszkodom. Szervusz, Hegel. Ez a nagy izém. Ennyi, nyugodtan, ha fizetem a bírságát, maradjunk annyiba, jó? Hogyha esetleg izébe, mennyi, nyugodtan. Jó, ezt nem mondtam. Nem, de szaván fogom. Jó van. Vezetem én nálkodni. Szóval akkor tapossunk oda, jó? Jó, rendben. Így van, így van. Ja, meg mindjárt vagyunk, és aztán majd számlázzam utána, és akkor... Megköszönöm, hogy elhagott ide. Na, meg is érkeztünk, nyugos kis környéknek tűnik. Így van, így van. Félreállok. Berendben. Akkor számlázzál nyugodtan aztán akkor. Akkor ez 13.644 csurint. Rend, berendben számlázzál. Ja, ráírom szépen így itt. Itt is a számla. Köszönöm szépen, annál is veszem, gyorsan ki is fizettem, így. Rendben. Köszöntöm szépen akkor. Én köszöntöm. Szép estét, viszlát. További szép estét, viszontlátásra. Viszlát. Szia, baby. Szia. Kicsit olyan, mint amikor összehetel a... Hát amikor GTA San Andreasba taxisat játszottál, vagy taxis izét felvettél, mentél taxizni. Ezek is tök jók voltak, csak ott nem beszélgettél. Jaj. Egy. Előléptettek, vad. Mi a rangom? Nem látom a nevemet amúgy. Próbaidő sofőr vagyok. Eddig nem sofőr voltam. Visszavették. Mi? Imádom, hogy megállsz a pirosnál, hát nézel és nem látod a zöldet. Jó van már! Te mikor vezettél utoljára szabályosan a GTA-ban? Bonyolult dolgok ezek! Nem egyszerű. Kicsit kéne gyakorolni amúgy vezetni ebben a kocsival, hogy nagyon tudsz effektív, faszán vezetni. Eddig te voltál a próbaidő. Te magad. Igen, csak aztán van, hogy gyorsan visszavált pirosra, zöldre, el is van. Úristen, micsoda szub, nagyon finom. Köszönöm szépen, Hege, itt a szub. Na és hogy bírod a melót? Ki vagy fáradva? Mikor végzel amúgy, Hege? Jaj! Kicsikét túlszaladtam. Mondom, hogy követ valaki, ha higgyed már el. De ki tudok fordulni. Balognak nézel, vagy most mi van? Fene megeszi.
Ja, hogy végezte tízkor? Ja, végzem. Nem végezte, végzem. Fuck. Nem tudok olvasni, elnézést kívánok. Hát az még... Egy és három óra. Bocsi, beszélgetek a főnökkel. Ja, jó, én csak képet csináltam a képnél. Nem, nekem beszél. Nem van. Reflexből a híd alá, jaj. Tap. Nem, közben pont most bukipál. Nem dolgozó megállunk itt. Jó napot! Ön kicsoda? Jó napot, Miklós vagyok. Milyen Miklós? Szia Miki! Miklós, egy Dudás Miklós. Szia, taxis. Én meg Gumi vagyok. Taxi. És milyen, így van. És milyen pozíció vagyok? Most kezdtem itt a cégnél. Körülbelül egy órával ezelőtt. Szia. Na, szuper, hello. Szerbusz! Hello! Te barátságosak vagytok! Úristen! Én akartam! Tessék abba hagyni! Nem én csináltam, hát! Én akartam! Csak akkor vele! Szia barátom! Szerbusz! Üdvözöllek! Szevasz! Mi vagyok? Mizu barátom! Semmi! De most dolgozgatok itt, várom a hívásokat! Hát pedig fönt van, elméletileg. Ha, mindegy, hagyd dolgozgassak. Jó van, mindegy. Használd a kitűzőt. Hát használtam. De menő papucsod. Lehet, van, hogy bogaras. Most sincs kint. Ez kellemetlen. Mindegy. Menő a papucsod. Hát, az a baj, hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy nem vagy kicsit. Na mindegy. Ja, hát ezt megértem, de hát még vannak problémák. Plusz még egy dolog, hogy ezt a taxit nem használjuk. Ja, hogy te is taxis vagy, vagy... Hát... Igen, most. Hello, mutattam a kitűzőmet, igen. Ja, most már látom, igen. Előbb nem láttam. Szóval nem ezt a taxit nem használjuk, az új taxikat használjuk. Amint, hogyha a garázs listával letekersz, akkor ott vannak ilyen fura nevűek, és a fölött van kettő darab egyforma nevű. Általában azt a kettőt használjuk, azok az újabb taxik, ezeket nem nevezem. Azok a modernebb hibrid taxik, elektromos hanggal, viszont van rendes üzemanyag, és tettem konyítel őket. Aha, jó, nekem ezt ugye így nem mondták, úgyhogy nem tudtam. Na, de most már látod a kitűzőmet, kishölgy? Igen, most már látom. Na, most már jó, rendben, csak egy... Vannak bajok. Rendben, akkor a kékes taxik, ugye? Igen. Hát ilyen, azt hiszem ilyen, hát talán... Menjünk el, nézzük meg. Menjünk. Segítesz neki. Gyere, elmegyünk, találkozunk a taxinál, jó? És akkor megmutatjuk. Rendben. Addig szia. Szerbusztok. Csak meditáltam. Ja, oké. Még jó fej kollégáid van. Ezért nem? Miért nem? Nagyon flagma volt. Kicsit olyan flagmák voltak amúgy. Miért nincsenek rádión amúgy? Hát ja, de ezt tudod mire köszönhető amúgy Arki, hogy nincs meg a rendszerrendél a frakciónál. Ez ennek köszönhető. Tehát nyilván, hogyha... Meg hát ahogy ki van építve a frakit. Tehát ugye mondta az Aurot is, hogy itt azért vannak bajok a frakciónál, úgyhogy nyilván, hogyha nincs úgy vele foglalkozva, akkor az emberek is olyanok benne, szerintem. Hát velem ne flagmázzon, de jó van? Nem flagmázzon neki vissza, mert hát mi vagyunk Miklós. Nem, majd is tudni kell az alárendelt szerepet, hát nyilván talán van rendelve az ember nekik.
Hello? Ja, benn vannak. Azt a büdös kutya mindenit, Bumi. Edd ki. Van abban a kocsival. Na, jó napot! Üha! Itt nem beszélhetünk? Vagy még itt akarít? Majd is megint eltűnsz egy hónap. David, de beszélgetünk. Látom. Igen, beszélgettünk. Bocsánat, hogy megzavartam. Semmi gond. Kérlek, Ethan, küldj egy SMS-t, hogyha rám érsz 10 percre. Itt lenne egy fontos észrevétel. Nem beszéltek, amíg akkor elmegyünk. Na, Miklós kollega, tessék jönni, megmutatom, hogy melyik autókat használjuk. Rendben, köszönöm. Jaj! Ja! Most már csak ezek! Hogyha a listába letetszik tekerni a tőleg valóra, akkor az utolsó kettő vapid. Az ilyen. A hibridek. Tehát ezeket is kell tankolni, de elektromos hangja van. Most olyan 300-zal mennek mindjából. Legalábbis tegnap még ennyi van. Az utolsó kettő? A többi az nem? Az utolsó kettő, azt szerintem nem. Az utolsó kettő nem... azt megnézem. Hát az utolsó előtti az ez. Hát és ez jó. Ez jó. Oké. Okay. És a többi vapid az nem? Mert úgy most így emléltem, hogy... Az utolsó kettő vapidon kívül tessék mondjuk az, a hátulról a harmadikat kiparkolni. Aha. És ez így akkor probléma? Mert hogyha véletlenül több taxis van szolgálatban, hát akkor... Viheti ezt is, de általában azt a kettőt szoktuk, mert azok működik. Azokban van rendes légkondi. Értem. Azok kényelmesebbek. Az elsődleges az a kettő. És ha az nincs, akkor lehet mindegy. Rendben. Jó, köszönöm szépen, csak engem, nekem nem mondták ezt, hogy, hogy ez így van. Hát ezt csak így szoktuk meg. Nyilván, hogyha jobban szeretné a többit, akkor azért az utasok kényelme is. Taxiórát hát megtanították? Igen, azt tudom. Meg a számlázást is. Szia, Mikikém. Szerbusz. Gumi, ugye? Aha. Vagy abroncs, vagy hogy volt? Nem, gumi. Gumi. Kis hölgyet, hogy hívhatom? Sophie. Rendben. Mondjuk akkor egy Twitter jelölés lehet, hogy véghez is viszek. Ez az engedtem, már nem egy ugyanakkor léptek be. Na, mind a kettőjüket bejelölöm. Én nem használok Twittert, az a probléma. Meg nekem hát sem az... ismerősöm Twitteren. Hát igen. Hát még Gumi maga nem ilyen trendi fiatal ember vagy? Nem. Hát már 50 éves, hol lenne már trendi? Jó, hát hogy nem látom az maszkba az nem, arcát. Nem, amúgy nem 52. Na. Hát azért most ne tessék megsértődik, de önkopaszodik. Hát... Családi vonás. Édesapám is korán kezdett. Pedig én nem vagyok még olyan öreg, de már benne vagyok a korba. Ha. Mikor kopaszodok. Hát a korban mindegy... én is benne vagyok. Nem mindegy melyikbe. A kopaszodósba? Magának parókája van, Szofi? Nem. lehet egy olyan kérdésem... Hogy elvisznek engem a... Nem. A városházára, mert ott a robogóm. Elviszem a város. De köszönöm. A városházára, jó. Tudom, csak ott parkoltam. Ja, az már nincs ott valószínűleg. Hát, miért? Menjünk, megnézzük. Hát az... Jó, menjetek, volt... meddig beszélek itt. Rendben, köszönöm. Ja. Úristen, ez nagyon gyors. Dehogy gyors, Mikikém. Egy romha szar le. Csak ne halljuk meg, rendben? Csúszik is, meg ilyenek. Jaj, nem halljuk meg. Hogy megy ez a kocsi, bazd meg? Egy jövettes azért.
Jaj, hát... Ha nem volt rá időm, úgy megijedtem. Látja, nem kell megijedni, hallod. Hát miért nem ilyen taxik vannak akkor, ha ilyen gyors? Hát ez jó kérdés. Ez valóban jó kérdés. Lehet, hogy összeszarná magát az utas. Azért adna több pénzt, hogy álljunk meg. Hol volt a robogózatban? Hát ez itt volt hátul, de ez miért tűnik el, vagy ő? Hátul? Nem, ez ebben a parkolóban hátul. Ja. De hát nem is volt vihar, meg semmi. Akkor lehet azért tűnt el, mert nem volt. De le volt zárva pedig. Meg tudunk nézni egy fő publikus garást akkor, hogy hát ha elbontatták, vagy valami. Hát ez szomorú. Szóval hogy közlekedik bazzag a gyerek. Három kilométeren kívül is tőle eltűnik mindig. Kaja, ez most már így meg van csinálva. Nézd meg, koma. Rendben. Megvan. Köszönöm szépen, Gumi. Szerbusz. Szép napot. Felszük a szexi csise. Így milyen menők vagyunk már, mint Cartman, baszki. Én jó fej volt, ja. Én pedig szerintem gyorsan elugrok. Ez milyen volt menő? Még egy piros robogó. Elvistak. Azt akkor hello. Robogó. Hogy megy a Miklós? Sírsz. El se bírja. A kis kövér. Hogy megy rajta? Nem az a szar. Csak hogy itt például kurván nincsen publikus garázs a hotel mellett, és ez mondjuk kellemetlen. Vagy nem? Hogy itt nem tudod így leparkolni a kis verdácskádat amúgy. De kurva el fog tűnni. Aj, bozsa, ez mi? Autó mosó. És nincs csak, de hát... Aj, fuck. Itt van... Nem már! A faszom hotel. Hát nem tudom megcsinálni, hogy ott izélek ki. A logolok effektív ki. Szegény robogó sír, érted alatta? Ide leparkolok, de majd... Ez mondjuk rossz. Jaj. Miklós kilép a szolgálatból, megyek aludni. Szép estét! Szép estét! PD-vel szemben egy parkoló, de nem publikus parkoló. No. Itt a PD, de nincsen publikus garázs. Igen, olyat akarok, ahol be tudok parkolni. Ahol ez elmentődik, hogy ne kelljen 800-at sétálnom, mikor ez. Mi? És nem mutatja, nem lehet. Van ott olyan, amit nem mutat? What? Most akkor ne csak vizeket írjatok szavakat. Igen, vagy nem? Van ott egy publikus hely, amit nem mutat a térkép? Mert ha igen, akkor fuck.
vannak sneaky publikok, tényleg. Na te ezekre miért nem tudok? Lófasz se. Na, add rá a szexi sisakomat. De ez azért sneaky, hogy ne tudd, vagy ez MG? Vagy ez, érted, hogy... Azt tesz hon? Hát ez a rendőrséggel szembeni rész. Hát de várjátok már! Most ez MG-s dolog? Nem MG-s dolog. Meg ez hon van? Na jó van, kapjátok be a csecsemet. Hát hogy a tökönbe találnám meg? Ez beállós, mi? Hát akkor viszont az MG lenne, az meg nem király. Hogy ezt engedjük el. Ne, itt van. Hát akkor az nem MG-s dolog. Ez így jó, ez nyilvános. Fuck you! Megvan. Akkor ezt úgy veszük, hogy bogaras és nincs a térképen. Úgyhogy... Ó, jaj! Jaj, 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 jaj! Jaj! Jaj, jaj, jaj! Jaj, 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 jaj! Harmadik emelet volt. Valahol a második szoba. Aha, itt lakok. Szia, Levente! Megtáplálkozom? Ó, le lehet ülni. Jó. Na. A történetem folytatódik a következő epizódban. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő részről. Én Miklós voltam, legyen szép napotok, sziasztok!